Újabb alapkövet sikerült lerakni az elmúlt évben a bonyhádi atlétikai életben. Ezt hangsúlyozta beszédében az Atlétikai Klub Bonyhád elnöke az Egyesület hagyományos évelei közgyűlésén. A klubnak közel 50 tagja van, dobók, futók és ugrók egyaránt. Kling Réka 6 évvel ezelőtt csatlakozott az Egyesülethez. A 19 éves lány súlylökésben és diszkoszvetésben jeleskedik. Eredetileg Grundbirkónak szántak az általánosba, utána hát az nem jól sikerült, és odaadta a kezembe az akkori tesi tanárom a súlylökést, hogy nálunk ilyen is van, és igazából azóta súlylökök. Élvezem, tehát hogy nyilván nehéz a munka, és de viszont hogyha a versenyen kifizetődő, akkor az persze egy jó érzés. Van két korosztályos válogatott érmem, van egy ezüstérmem még ifi korosztályban, és egy bronzérmem most nyárról junior korosztályban. Ezen kívül voltam kint 2021-ben Tallinnban a korosztályos Európa-bajnokságon. Sajnos ez nem sikerült jól, de azért örülök, hogy ott kint voltam. Hát jó pár országos cím, de igazából azt már nem nagyon tudnám elmondani, hogy mennyi van. Nagyon jó a hangulat, és segítjük egymást, tehát hogy edzéseken is, mint tudom, kondi edzés van, akkor mindenki ordibál egymásnak, hogy jó, meg lesz, meg tényleg az a, attól függetlenül, hogy nem csapatsport, ugye az atlétika nagy részt, az attól függetlenül nagyon jó csapatok tudnak összekovácsolódni. Kirkné Máté Réka kiemelte, az új kölyökből atléta program nagyon sok gyermeket mozgatott meg 2022-ben. Az Atlétikai Klub Bonyhádnak ma rendezzük meg az évértékelő közgyűlését. Igazából ez minden évben nagyon fontos, mint ahogy minden egyes szervezetnél, hogy értékeljük, hogy hogyan telt az év. Ugye sportról van szó, tehát nagyon fontosak az eredmények, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy idén 6 válogatottsággal büszkélkedhetnek a sportolóink, illetve ami nagyon jó, hogy beindult a kölyökből atlétika program, ez az Atlétikai Szövetségnek köszönhetően a VB kapcsán, és ez ugye az alsó tagozatosokat célozza. Ezáltal egy szélesebb alapra építhetünk, hiszen most nagyon sok gyermek van, aki ismerkedik az atlétika alapjaival, még játékos és ilyen vidámabb formában, de nagyon ügyesek, és öröm látni tényleg, hogy milyen lelkesedéssel versengenek, és hát kicsiknek, nagyoknak egyaránt ez a versenyzés a lételeme, hiszen ez visz előre a sportban. Több versenyen is részt tudtak venni sportolóink, országos bajnokságokon is első és nyolcadik hely között több helyezésünk volt, tehát erre is büszkék vagyunk. A diákolimpián is mindig be tudnak kapcsolódni az atlétáink, tehát az iskolának, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumnak is oszlopos tagjai, és ezáltal a diákolimpián nagyon jó eredményeket érünk el, illetve az is jó, hogy a kölyök atlétikában, amit említettem, rendszeresen rendeztünk versenyeket, erőfelmérőket, ugye két általános iskola működik Bonyhádon, és ők is összemérik az erejüket, és ez egy nagyon szuper és előrevívő dolog.